A nyár folyamán két táborban is részt vehetnek a gyerekek, a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézmény és az Ifjúsági Ház munkatársainak jóvoltából. A Ne lógasd a lábad tábor július 1-e és 5-e között, a Kukta tábor augusztus 5-e és 9-e között kerül megrendezésre az Ifi Házban. A részletekről Erdei Anna tagintézmény vezetőt kérdeztük. A nyár beköszöntével próbálunk ugye a gyerekeknek is kedvezni. Két tábort fogunk most megszervezni az idei nyáron. Az egyik a Ne lógasd a lábad szabadidős tábor, a másik pedig az augusztusban lévő Kukta tábor. A Ne lógasd a lábad szabadidős tábor július 1-től 5-éig fog tartani, hétfőtől péntekig, 8 órától 16 óráig. Próbáltunk olyan programokat összeállítani, mely nem csak helyben fogunk megvalósítani úgymond a gyerekekkel, hanem el is fogunk utazni. Elmegyünk Debrecenbe az állatkertbe, Vidámparkba, a Kerekerdő élményparkba, de természetesen helyben is fogunk programokban részt venni. Az Ifjúsági Házban fog elkezdődni ez a tábor hétfőn, de ki fogunk látogatni a ladányi fürdőbe, valamint szeretnénk kilátogatni a Farkas-szigetbe, élményhorgászatban szeretnénk részt venni, a gyerekeket bevonni, ezt pedig ugye a tavakon fogjuk lebonyolítani a gyerekekkel együtt. Ez a tábor, tehát hétfőtől péntekig tart, 20 000 forint per fő. Olyan programokat alakítottunk ki, ugye, ami költségesek, tehát ugye ez magában foglalja az úti költséget, a belépő jegyeket, és minden nap ebédet fognak a gyerekek kapni. A Kukta táborba olyan gyerekek jelentkezését várják a szervezők, akik szeretnek a konyhában tevékenykedni, és érdeklődnek az alapvető ételek elkészítése iránt. Augusztusban a főzőtábort, a Kukta tábort fogjuk lebonyolítani. Ez augusztus 5-től 9-éig fog tartani, hétfőtől péntekig, 8 órától 16 óráig. Ez a tábor 5000 forint lesz per fő, per 5 nap. Különböző ételek elkészítésében vehetnek részt a gyerekek, bevonjuk őket, ugye különböző alapanyagokból fogjuk elkészíteni, tényleg tálalási technikákat fogunk nekik mutatni, tehát ezt nagyon szeretik, ugye már több éves múltra tekint vissza ez a tábor, és folytatjuk, hiszen nagy érdeklődés van minden évben, és ugye ott van az Ifjúsági Házban a gyönyörű kerti főzőhely, ami pedig remek helyszínt nyújt ennek a tábor. A szervezők mindkét táborba folyamatosan várják a jelentkezőket. A jelentkezés történhet személyesen a Dorogi Márton Művelődési Központban, vagy telefonon a plakátokon megadott elérhetőségeken. Bővebb információért érdemes felkeresni a Művelődési Központ vagy az Ifjúsági Ház Facebook oldalát.